magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kira, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Reigler Renáta. Kertész Péter. Martin Márta. Mavi szerelme. Készen van a reggeli, jöjjenek! Ah, nagyon szívesen látunk benneteket. Reggelizettek velünk, gyertek! Köszönjük, már reggeliztünk. Csak meglátogatjuk Alit és megyünk. Még el kell mennünk a piacra. Reggelizetek csak. Ali jobban érzi magát. Á, itt is van. Jó reggelt, Ali. Jó reggelt. És te hozta, néni. Köszönöm, drága fiam. Látom, jó színben vagy. Már igen. Szóval, Gülizár, most már többször fogunk találkozni? Ezt nem értem. Miért? Én sem tudom, anya. Fazekas tanfolyamra akartok járni, ugye, Száfie? Nem, anyuka, nem arra. Őt más érdekli. Csak hogy a drága Alid már megnősült. Így már nincs okod jönni. Te meg miről beszélsz, Ismet? Hogy miről, anya? Én ugyan semmiről. Viszont a sógor nem, pontosan tudja. Ez most komoly, Ismet? A lány szerelmes Aliba. Jamal! Jó, jó, drágám, jól van. Kislányom! Mit beszélsz, fiam? Mégis, hogy képzeled, hogy így megsérted a lányomat? Én nem sértettem meg. Higgy el, nem akartam. Ezek puszta tények. Félreértés történt. És ezt szerettem volna tisztázni. Hallgass! Hogy mersz így beszélni? Ismet! Messzire mentél. Ugyan miért? Nem hazudok, apa! Esküszöm, az igazat mondom! Refika! Refika, ez felháborító! Ha a lányom apja erről tudomást szerez, megöli! Nem fogja érdekelni, hogy nyomorék, ki fogja végezni! Megbosszulja! Ah, Emine, ne törődj vele, miket mond! Neveletlen kölyök, ha? Oda se figyelj! Bolond! Véged van! Várj már! Ne szaladj el! Ne félj! Nem érzek semmit a férjed iránt! És ha így lenne? Az talán bűn. Nem baj. Ne szégyenkezz! Szégyelje csak magát, Ismet! Ne szomorkodj! Nyugodj meg! Gyerünk, lányom, indulj! Menjünk! Gyerünk, gyerünk! Menjünk! Akkor, ha jól értem, Gülizár belehabarodott. Hagyd már! Hát ezek szerint, igen. Végre kiderült. És akkor mi van? Miért kellett mindenki előtt kiteregetned? Most örülsz? Szégyen! Megsértetted a szomszédainkat, átkozott kölyök. Ne aggódj, anya. Gülizár két nap múlva úgyis itt lesz. Ali itt van már. Nem bírja ki nélküle.
Szégyeld magad, te! Lejárod semmi gond előttük. Semmi gond, apa. Apa, semmi baj. Nincs semmi baj, apa. Nyugodj meg, jó? Rám haragudtok? Okoljátok inkább Birgült! Ő tudta, Gülizár, hogy érez, de mégis becsapott engem! Te nyavajás! Itt vakuljak meg! Esküszöm, ezek hamis vádak! Törjön el a lábam, ha ez igaz! Én semmit sem tudtam erről! Ne merjen hazudni! Gyalázatosan viselkedtél, szégyelheted magad, kegyetlen vagy. Bemoskoltad a lány becsületét, aljas vagy! És az én becsületem? Most már elég, mindenkit felidegesítesz, csend! Ugye, ugye, Ali? Látod, ha nem ragaszkodnál annyira Mavihoz, kapnál könnyen más lányt. Jamal, elég legyen már, most már nagyon unom ezt. Testvér... Hát milyen ember vagy te? He? Hogy képzeled ezt? Így megalázni őt? Te akarsz engem kioktatni? Vigyázz a szádra! Én őt nem tisztelem! Hát neked tényleg elment a maradék ezen is? Két napja megszúrt téged! Majdnem meghaltál, és mégis többre tartod nálam! Már ő is a családom! Úgy tiszteld, ahogy engem. Ő most már a sógornőd. Indulj! Takarodj innen! Ismet! Várj már meg! Jamalai! Gyerünk, mindenki jöjjön, reggelizzünk. Jó étvágyat kívánok! Gülizár könnyeit igyátok meg a kávétokkal. Ajaj, Ali! Elég otrombán beszél. Ilyen stílusban írta a leveleit is. Mavi! Hová mész? Az én dolgom. Miért kiabálsz velem? Én nem tudtam Gülizárról. Nem érdekel Gülizár. Nem vagyok féltékeny. Nem? Nem. Hová mész? Félsz, hogy nem jövök vissza. Talán kellene? Nem kell. Hisz összeházasodtunk. Maradnom kell. Lehet, hogy az anyjáékhoz megy. Hadd menjen csak oda. Milyen szépek. Nézd ezt a fülbevalót. Igazi gyémánt van rajta. Ide néz, hogy csillog, anya. Gyönyörűséges. Nézd meg ezt is. Ez nagyon szép. Mennyibe kerül? Elég drága, de a lánya már a Görecski család tagja, ugye? Hála az égnek. Pembe, drágám, szeretnéd? Vegyük meg, anya. Fatma, ez tetszik neked? Nagyon. Ha, szóval Vahit, mindegyiket megvesszük, hitelezzem meg. 10 napon belül visszajövök és kifizetem, rendben? Ahogy akarja. Viszontlátásra. Végeztél már ilyen munkát? Gyerekkoromban párszor. Biztos, hogy fogod bírni? Persze, biztosan. Azonnal munkába akarok állni. Kell a munka. Jó lenne a napi fizetés. Na és mi a neved? Mavi. Jó, rendben. Köszönöm. Fatma! Tessék! Vidd ezeket a konyhába. Tedd a hűtőbe a húst. De nehéz volt. Ha, majdnem leszakadt a karom. Taxival kellett volna jönni. Mik ezek, haszibe? Sosem érdekelt, mi van itthon, de ha veszünk valamit, morogsz. Ide nézz.
mit mutatok neked. El fogsz szájulni. Na, 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 na. Vettünk egy karkötőt. Anya, ne hergeld! Ugyan már. Nekem ugyan nincsenek titkaim a férjem előtt. Mit csináltál? Hogy fogjuk ezt kifizetni? Később fizetünk. Igen? És mégis hogyan? Ugyan már, mamut. Talán fiam nincs, de van egy vőm. Övé a lányunk, úgyhogy ők is adhatnak valamit. Te esztelen asszony! Eredj! Hová mész? Neked is vettünk egy inget, mamut. Vigyük el a lányunk kelengyét. Jó napot, uram! Jó napot, mamut! Még várom a fizetésem. Utána egész biztos ki tudom fizetni. Ráér, ne aggódjon! A lányát a villába adta feleségül. Az új rokonai majd segítenek. Majd meglátjuk. Isten áldja! Szeretem Mavit. Igazából, ha tudná, hogy nem én tettem, ő is szeretne engem. Mi lesz, ha bemárt engem emiatt a nő miatt? Ügyvéd úr, van valami hír? Jamal úr, a lány egy varrodában dolgozott. Oda van bejelentve. Ez nem sok. Dehogy nem, jó lesz. Megvan a cím? Igen. Akkor küldje el nekem SMS-ben. Gyere! Apa, elmegyek Isztambulba. Maradj a fenekeden. Minek mennél oda? Na, apa, engedélyt kellene kérnem nekem is, mint egy beosztottnak. A családomért dolgozom. Megvan Mavi munkahelye, hát ha találok ott valamit. Ezt hamarabb kellett volna megtenned. Sajnos már tudjuk, hogy ki ő és mit akar. Itt van a nyakunkon. Apa, egyből feladod. Ali vallomása csak egy dolog. Van ügyvédünk. Azt mondja, hogy polgári per lesz. Talán valaki látott vagy hallott valamit Isztambulban, az tanúskodhatna a bíróság előtt. Szerinted kitehetjük? Persze. Jó, akkor indulj. Jól van, megyek. Intézem. A fonnyatakat félreteszed ide. Söpörd le és tedd a zsákba. Rendben? Rendben. Te nem idevalósi vagy. De igen, csak Isztambulban éltem. Te bolond vagy? Visszajöttél napszámosnak Isztambulból? Muszáj volt. Kár. Járjon a kezetek, gyerünk! Igyekezzetek már, gyerünk! Mavi, vedd fel! Menjetek innen! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Há, mi árusok? Miket beszélsz? Ha nem árusok vagytok, akkor mit kerestek mások ajtajánál nagybatyukkal, he? Mi idejöttünk a rokonaink házába. Elhoztuk Mavi kelengyéjét. Áh!
kinyílt a csipátok. Ti hoztatok kelengyét? Két napja a lányod leszúrta az úrfit. Na gyorsan gyerünk, menjetek el innen. Á, mit képzelsz? Kivel beszélsz, A lányom a ház úrnője. Majd, ha ezt meghallja, ki fog rúgni téged. Menj innen, gyerünk be. Anya, ezt nem kellene. Csend, gyerünk be. Indulj. Menj. Édes Istenem, minek jöttek ezek ide? Jó napot, Refike asszony. Elnézést, asszonyom. Nem tudtam megállítani őket. Így betörtek. Jöttünk, hogy elhozzuk a lányom kelengyéjét. Mávi amúgy hol van? Miről beszélsz? Én őt sosem fogadtam el menyemnek. Há? Mégis milyen kelengye kéne neki? Most, Refike asszony, annyi év után végre félretettük a büszkeségünket, és eljöttünk magához. És? Tegyük félre végre mind a haragot, mit szól? Ezek úgy rajzanak itt, mint a csótányok. Mit mond? Hát ti nem szégyellitek magatokat? Hogy mondhat ilyet, Safie? Mi is rokonok vagyunk. Hogy képzeled? Milyen rokonok? Miről beszélsz? Mi van itt? Hol van Mavi? Most már ő is a ház asszonya lett. Takarodjatok innen! Ezt is vigyétek! Menjetek! Takarodjatok! Menjetek! És mit csinál? Itt? Mit képzel? Menjetek! Anya! Miért javasz? Ali, fiam, jó, hogy látlak. Hát, eljöttünk a rokonokhoz, mert ugye már az anyósod vagyok. Kezet csókolhatsz nekem. Bocsánat. Mávival még nem tudtuk elmenni önökhöz. Nem baj. Eljöttünk mi. Köszönjük. Mávi hol van? Mi? Nincs itthon? Nincs maguknál. Nincs. Ali úrfi, reggel megkérdezte, van-e itt napszámos munka. Mondtam, hogy keresse Hüseint. Nem igaz. A mezőre küldték a lányomat. Mintha nem lenne elég pénzük. Szívtelenek. Apa, mondd csak, ismersz valami Hüseint? Napszámosokat gyűjt. Igen. Tudod a számát? Igyekezzetek! Gyerünk már, mintha élnétek! Ali úr, Isten hozta! Köszönöm. Jól van, jól van. Resát vagyok, megismer? Hát persze, Resát. Emlékszem rád. Nem tudtam meglátogatni, mert nagyon sok a munka. Ne álljunk itt. Teázzunk egyet, jöjjön. Nem kérek. Megyek is. Ellenőrzi a földet? Én felügyelek mindent. A bátyja ismer. Keményen dolgoznak. Jó. Nem ezért jöttem. A feleségemért. Feleségéért? Gyere. Elég volt.
Még nem végeztem. Én itt pénzt keresek. Mávi, erre nincs szükség. Nekem nem kell, hogy eltarts. Megkeresem én a kenyérre valót. Tényleg? Igen. Jól van. Akkor én is veled dolgozom. Te... Vagyis, asszonyom, miért nem mondta, kinek a felesége? Ha tudtam volna, nem hagytam volna, hogy így dolgozzon. Várjunk csak. Ez Görecskiék földje? Igen. Akkor már azt mondhatod, hogy te tartasz el, ugye? Hát azt nem. Azt hiszed ilyet mondani? Én megkeresem itt a saját pénzem, Ali. Amit itt kapok, az becsületes. Te pedig inkább ne kivételezz velem, mert ezt tudod. Mávi vagyok. Csak Mávi. Ne fáradjon vele, majd intézem! Ali! Ne csináld ezt! Vigyázz magadra! Együtt keresünk pénzt. Én is dolgozom, amíg nem végzel. Ezt direkt csinálod, ugye? Csak úgy, mint te! Hát jó, csináld csak! Először le kell söpörni. Tessék! Kit vettél fel napszámosnak? Beszélj már érthetően! Mi? Ali a földön dolgozik? Istenem, ezt nem hiszem el. Jól van, csináljon, amit akar. Értettem, uram. Ez így nem lesz egyenes. Ha nem állok feletted, nem tudod magadtól? Mit akar? Dolgozott itt egy Mari nevű lány. Én dolgozott. Elment egy férfival. Nem is szólt, hogy felmond. Akkor megbízhatatlan. Miért keresi Mavit? Figyeljen. Az a férfi a bátyám. Hogy is mondjam ezt? Elég gazdagok vagyunk. Mi nem veszünk el akármilyen lányt. És most utána akarok nézni. Én nem tudom. Kérdezze meg őt. Együtt ebédeltek, sokat voltak együtt. Hát szia! Gyere! Igen, uram? Az úr Maviról kérdez. Ez túl sok. Magának több jár. Mit mondtam? Annyi jár nekem, mint a többieknek. Rendben, mehetünk. Előbb menjünk a piacra, veszek ételt. Üdvözlöm, uram! Ez tényleg igaz, Ali.
Itt dolgoztál a mezőn? A feleségemmel voltam. Én meg az apád vagyok. Szégyent hozol rám. Egész Ürgüp erről fog beszélni. A görecski fiú a feleségével együtt a földet túrja. Hogy néz ez ki? Hogy néz ki? Megpróbáltam őket leveszni. Csend legyen! A munka megalázó? Persze, hogy nem. Fiam, a tiéd ez az egész birtok, érted? Te vagy itt a főnök. Ha annyira dolgoznál, gyere dolgozni az irodába. Te mondod azt mindig, hogy apád a 10 körmével kapart ezt össze. Én is így dolgozom. Ez baj? Ez a Mavi. Nagyon kedves. A legkedvesebb. Igazmondó. Sosem hazudik. Te azt csak hiszed? A bátyámnak álnéven írogatta a leveleket. Kihasználta a gyámoltalanságát, hogy átverje. A család mindent tud. Csapdát állított, hogy megbosszulja a bátyját. Egy luxus hotelban volt az esküvőjük. Az öcsém nász éjszakára ment a lakosztályba. Hordágyon hozták ki. A lány leszúrta. Meg is halt? Mavi gyilkos lett? Egy hajszálon múlt. De a rendőrség nyomoz az ügyben. Esküszöm, hogy nem tudtam. Azt hittem, Mavinak van barátja. Most hallom először. Hát, azt majd a rendőrség eldönti. Hey. Ugye, anyuka? A két asszonynak egyezni kell, ha Mavi nem áll a sarkára. Szenvedni fog, ezt most megmondom. Kidobtak minket az utcára, akkor mit állunk még itt? Anya, menjünk már! Nem megyek sehova. Nem, amíg Mavi nem jön haza, és nem mondja meg neki, hogy bánj tisztelettel az anyámmal és a családjával. Anyuka, mit képzel? Ilyen házasszonya is a mezőn dolgozik. Ha gazdag férjem lenne, sosem dolgoznék. Te a szegény mellett se dolgoztál. Hallgass már! A főnököd azt mondja, hogy mindent együtt csináltatok. Honnan tudhatnám, hogy nem együtt terveltétek ki ezt az egészet? Ha? Tudod, hogy egy bűnözőt fedezel? Esküszöm, nem tudtam. Azt hittem, csak véletlenül ismerte meg. Én is csak az esküvő után szereztem tudomást róla. Jól van, kislány, jól van. Én elhiszem, amit mondasz. Talán majd a rendőrség is. Csak az esküvő után mondta el, hogy Ali ölte meg a bátyját. De nem tudhattam, hogy mit tervez. Jól van. Ezt majd meséld el a rendőrségen is. Pontról pontra. Így nem leszel bűnrészes, talán megmenekülsz. Az nem lehet. Mavi a barátnőm. Nem tehetem. Milyen barátnő? De hát ő nem az. Hidd el, hogy eltervezte az egészet. A család azt akarja, hogy derüljön ki az igazság. Megjutalmazunk. Mennyit keresel itt? Havi ezret? Ha? Kifizessem egyben? Jó. Ha tanúskodsz a rendőrségen, busásan megjutalmazunk majd. Most zsarolni próbál? Miről beszél? Egy komoly bűntényről. Ha nem kerülsz börtönbe, akkor is megjegyzik. Szerinted a főnököd megtart? Még ezt az alacsony bért is elveszíted. Te miért csenyvednél itt? Miért hagynád, hogy magával rántson? Ha? Nem tisztáznád inkább magad? Mavi itt van. Lányom! Az anyósod kidobott minket. Mit csináltok itt? Mavi, akartam szólni. Kelengyét hoztak. Milyen kelengyéről van szó? Mégis mit akartok itt? Minden lánynak kell hozomány. Ne gondolják, hogy magadra hagytunk a férjed házában. Hosszú évekig egyedül voltam.
Ezek után sem akarok tőletek semmit. Anya, menjünk innen! Drágám, tudod, hogy ezt nem rád értettem. Mavi, nyugodj meg. Csak gondoskodj. És te ezt elhiszed? Nem miattam jöttek, a pénz miatt jöttek. Milyen pénzből vettétek ezt? Hogy fizettétek ki? Csak nem megint koldultatok, ha? Hitelre. Hitelre? Mavi majd szerez pénzt a férjétől, és kifizeti, ugye? Krumpit szedtem a földön azért, mert nem kell a pénze. Anya, nem szégyelled magad? Ugyan hogy engedhetitek ezt meg? Hogy? Hogy van bőr a képeden? Nem szégyelled magad, ha? Te nem szégyelled magad, mikor az ágyában vagy. Takarodj! Takarodj! Többé nem akarlak látni. Jaj, asszonyom, a világon nem kell ilyen sok hagyma egy ételbe. Dehogy nem. A nevét is arról kapta. Jó van. Csináljon, amit akar. Drága fiam, menj vacsorázni. Húsos kebabot csináltam. Én Mavival eszem. Ha megosztja velem a kenyerét. Szívesen. Ali tényleg belehabarodott? Hát úgy tűnik, így van. Hát nem érted? Berontottak a házba csomagokkal, és azt mondták, ez a kelengyéje, meg hogy ő is a ház asszonya lett. Mit tehetnék, asszony? Ezek az új rokonaid. A fiad ezt akarja. Eljöttek a lányukhoz. Mi? A nyakunkra fognak járni! Igazából Ali meg is engedné. Sajnálom, de a fia olyan naív. Kiment a mezőre dolgozni, mint egy napszámos. Tudja apuka, hogy azért csinálta, hogy imponáljon a feleségének? Na és, Safie, felnőtt már! Asszonyom, tálalhatok? Igen, ha jól van. Ő Mavival vacsorázik a konyhában. Tessék! Új szokások a házban. A fiamból is parasztot csinál, mint amilyen ő. Tegyen, ahol akar. Tojást tesznek sült hagymával. Édes Istenem, pedig mennyi ételünk van? Birgül néni, készítsen nekem is hagymás tojást. Bolond vagy. Hagymás tojás, he? Na, mi bajod van? Egyél normális ételt. Jó, csak megkívántam. Kár belé.
engem is durván megsértett. Nagyon durván beszélt. Júj. Hát megmondta, hogy ez nem nekem szólt. Ha látta volna, hogy csorgott a nyálad az ékszerekre, nem ezt mondaná. Hogy fogod kifizetni, amiket vettél Hasibe? Az aranyat még vissza lehet vinni, de ezt a... Tartozunk a hentesnek, a húst nem tudjuk visszaadni. Én nem élem túl, hogyha megint jönnek behajtani. Ha elviszik a mosógépet, én nem fogok kézzel mosni. Bla, 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 zúg tőletek a fejem. Elég! Hadd jöjjenek! Vigyenek mindent! Az anyja majd a betonon alszik, és akkor Mávi kisasszony boldog lesz. Szégyen. Látod? Lehetett volna ilyen az első vacsoránk. Örülj neki, hogy nem halotti tor lett. Nagyon romantikus vagy. Ne játsszuk meg magunkat. Nem sokára elválunk. És eltűnök az életedből. Kérsz egy kis borsot? Nem hallod, mit mondok? Süket vagy? Jól van, na, hallottam. Elválunk. Megszabadulsz tőlem. Én válok el. Én hagylak el. Mihez is kezdhetnék veled? Csak egy púp vagy a hátamon. Elég ennyi. Ez így pont jó. Szerintem is. Kicsim, mi kell? Csak egy kóla. Nyugodtan. Miért voltál Isztambulban? A feleségednek nem is szólsz? Állj már le! Az apámnak elmondtam. Nem szólt? Nem szólt. Engem miért nem kérdeztél? Most komolyan, engedélyt kell kérnem? Ha? Fontos dolgom volt. Elmentem, elintéztem a lány sorsát. Oh-oh. Máviét? Hát persze. Mit tettél? Találtam egy tanút. A legjobb barátnőjét. Majd meglátjuk, mit szólnak a bíróságon. Na és te, mit csináltál? Egész nap itthon voltál, ha? Vártad a te Jamalodat? Hagyj már békén, Jamal, ne csináld ezt, haragszom rád! Na... Ali, indulok. Ali? Te lázas vagy. Mávi. Miért nem szóltál? Bevetted a gyógyszert. Ömlik rólad a víz. Kelj fel! Lassan! 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 Ne takarózz be! A meleg nem tesz jót most.
Mali, ne menj el. Maradj itthon. Én nem vagyok főnök, mint te. Mennem kell. Szólok anyádnak, hogy lázas vagy. Majd figyel rád. Maradj fekve szépen, és pihent ki magad. Ha meghalsz, az én hibám lesz. Mavi. Nagyon szeretlek. Mavi barátnője eljön Isztambulból. Kimegyek elé, aztán elviszem a rendőrségre. Fiam, ezt most el ne baltázd! Ha Mavit börtönbe küldöd, Ali belehal. Annyira szeretik egymást. Hallgass már el, te mit ütöd bele az orrodat? Mit tudsz te a szerelemről? Ezt meg ne halljam. Ali mérges lesz. De aztán majd megnyugszik, ugye, apa? Ali lázas, Refika asszony. Jaj, szegény, tudtam. Persze, hogy beteg. Nem pihent. Ne takarja be vastagon. Engem ne oktas. Azt majd én jobban tudom. Születése óta gondoskodom róla. Istenem, még ilyet. Ssss! Hová megy ilyen korán? Napszámban dolgozik a mezőn. Mi? Mondom. Ismét. A dombra viszik a terményt. Menj fel te is. Nézd meg őket. Jó, apa. Pembe! Hé! Ssss! Ébredj már fel! Mi történt? A hitelezők ma jönnek hozzánk. Elvisznek mindent. Az ágyakat is el fogják vinni. Gyerünk! Mindenki keljen fel! Elvisznek mindent? Jó reggelt, Mavi asszony! Jó reggelt! Miért jött ilyen korán? Nem most kezdődik a munkaidő. Ez magára nem vonatkozik. Ha már ilyen korán jött, főzök egy kávét. Mit mondtam magának? Ne kivételezzen velem. Én csak Mavi vagyok. Magyar hangok. Forgács Péter, Tompos Kátya, Jakab Csaba, Nyakó Júlia, Martin Márta, Csomor Csilla, Kovács Vanda, Kertész Péter, Pap Katalin, Karácsonyi Zoltán, Szabó Andor, Kelemen Kata, Szabó Zsejke, Kobela Kira, Vámos Mónika, Reigler Renáta, Rostás Ábel. Magyar szöveg Nagy Lilla. Szerkesztő Németi Bicó Katalin. Hangmérnök és vágó Nikodém Norbert. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannónia Szinkron Kft. Készítette.